Több baranyai településen már ilyen gyűjtőedényekbe helyezhetik el a lakosok a használt sütőolajat vagy zsíradékot. A megyében az átlagoshoz képest is érdeklődőbbek, már 21 önkormányzat kötött szerződést a begyűjtést, illetve elszállítást végző céggel. Országosan 280 településen már kialakítottak ilyen gyűjtőpontokat, ami körülbelül 1.200.000 embert lát el. A pozitív válaszadó önkormányzatok csatlakozása esetén ez a szám közel 4 millió főre nőtt. Baranya megyében jellemzően egyelőre a kisebb települések jelentkeztek, de további 7 nagyobb település, itt Pécsel is folytatunk tárgyalásokat a csatlakozásról, és itt kb. 235.000 ember számára lesz elérhető a rendszer. A gyűjtőedénybe kerülhet bármilyen típusú használt sütőolaj és zsíradék tiszta flakonban vagy üvegben. Fontos azonban, hogy például motorolaj, gépzsír, ásványi és kenőolaj, illetve bármilyen más hulladék elhelyezése tilos. Ezt a Biotrans Kft.-nek a gyűjtőtelepére szállítják, kipréselik az anyagot a PET-palackokból, illetve a befőttes üvegből, átszűrik, egy nagy tartályba kerül, és utána a bioetanol gyártó üzemben bioetanol, tehát üzemanyag készül vele. A legtöbb helyen, így Újpetrén, Pogányban, Cserkúton és Sátorhelyen már ki is kerültek a 240 literes gyűjtőedények. A sütőolaj begyűjtését végző cég célja, hogy újrahasznosítsák ezt a fajta hulladékot, hiszen egyetlen csatornába öntött liter használt olaj akár 100 000 liter élővizet is képes elszennyezni.